Ezekben a napokban megint többször ismétlődő látvány, amikor egy autós teletankolja a járművét. A múlt szerdai 4 forint után most újabb 2 forinttal csökkent a 95-ös ára a töltőállomásokon. Az elmúlt másfél hétben nagyot zuhant a benzinár, 15 forinttal lett olcsóbb literje a legnépszerűbb üzemanyagnak. Egy teljesen átlagos autós több mint 600 forintot spórolhat egy tankoláson, annyival lett olcsóbb a benzin Magyarországon. Ez pedig számít legalábbis az általunk megkérdezett sofőrök többségének fontos, hogy mennyit mutat a számláló. Tankolni úgy is kell, és a nagy lehetőségeket és különbségeket nem látok, főleg hosszú távon, hogy az ember ezt racionalizálni tudná, hogy miképp alakulnak az árak, és ráhatása sincs rá, ezért így elszenvedőként tankolok, és nézek egyet sokszor, hogy mennyibe kerül. Biztos, hogy többet tankolok, hogyha tudom, hogy olcsóbb. Most éppen nem tankoltam olyan sokat, de egyébként szoktam figyelni, igen. Szerinted mi lenne az ideális benzinár itt Magyarországon? Hát ez nehéz, mert ugye mindenkinek a pénztárcája az egyéni, hogy ki mennyire érzékeny. Azt gondolom, hogy a mostani árak azért nagyjából reálisak. Tehát jobbak azért, mint 5-6 évvel ezelőtt, ugye, amikor nagyon az egekbe szöktek. Úgyhogy most ez egy elfogadható ár. Természetesen figyelem a benzinárokat, és figyelemmel kísérem a változását. És ennek megfelelően irányítom a tankolást is. Most másfél hét alatt esett 15 forintot a 95-ös. Számít? Ez kiszámolt, hogy mennyit tud ebben spórolni? Mivel havonta elég sokat megyek, engem eléggé érzékenyen érint a benzinár változás. Mi lenne az ideális benzinár ön szerint? Hát én szerintem, ha ez maradna, akkor ez megfelelő lenne. Most újra 350 forint körül van a benzinára, ami egybeesik azzal, amit erre az évre előre jósoltak a gazdasági elemzők. Ők korábban azt mondták, 60-65 dollár körül lesz egész évben a nyersolaj hordonkénti ára, vagyis emiatt nem kell tartanunk a drága benzintől idehaza. Remélhetőleg a közel-keleti válság se befolyásolja majd negatívan a magyar üzemanyagárakat, és a forint is tartja magát a dollárhoz képest. Mindez pedig azt eredményezheti, hogy 2018 év végéig tartható lesz a mostani üzemanyagár, ami, mint az autósoktól is hallottuk, egészen elfogadható a magyarok számára.